Ez volt az én szobám, amiben én aludtam. Olácsik Mira azt a kiégett szobát mutatja, amiben ő aludt a tragikus éjszakán. Hajnalban arra ébredt fel, hogy valami ropog. Ekkor már égett a ház, és minden beborított a füst, de édesanyja és húai nem ébredtek fel, azonnal hozzájuk rohant. Futottam édesanyámhoz, szóltam neki, hogy kelljenek fel, mert ég a ház. Akkor kijöttünk, és ha a hugaimnak öt percet később szólok, valószínűleg nincsenek itt velünk. Mira két huga olyan milyen aludt, hogy csak akkor ébredtek fel, mikor nővérük megrázta őket. Ekkor már szinte az egész ház lángokban állt. Mi rögtön a testvéremmel futottunk ki a házból. Csak lángokat láttunk. Végül az anyának és a három lányának sikerült kimenekülni az égőházból, egyikőjüknek sem esett baja. Még mindig a sok hatás alatt vagyok. Ezt mondja az édesanyja a tűz miatt átélt borzasztó élményről. Azt mondja, amikor a lánya felébresztette, fel sem fogta, hogy mi történik velük, de aztán látta, hogy nagyon nagy a baj. Csak azt láttam, hogy mindenünk oda lesz, hogy itt már segíteni nem tudunk semmin. Lángolt minden, az édesanyja egyedül neveli három lányát, és a tűzben mindenük oda veszett. A ház lakhatatlan, és a benne levő összes értékük elégett, vagy kormos füstös. A család most egy ismerősnél húzta meg magát, de ez nem lehet végleges megoldás. Mindenünk oda lett, az egész életünk. A tűz miatt fedél nélkül maradt lápafői családnak minden segítség jól jönne, de leginkább egy kis otthonra vágynának, ahol új életet kezdhetnének. A pusztító tűz egyébként valószínűleg a meghibásodott kazántól indult el és tette tönkre a család életét.